Sziasztok! Sok szeretettel köszöntök mindenkit, nagyon örülök, hogy itt lehetek, még hogyha csak virtuális formátumban is, bár szerintem az elmúlt hónapokban nagyon sokan hozzászoktunk ahhoz, hogy ilyen kis fejekkel beszélgetünk, és tudjuk, hogy ott vannak az emberek, és egy csomó mindent el tudunk intézni, de ennek ellenére úgy éreztük, hogy egyik pillanatról másikra megfordult a világ, és rengeteg új dolgot kell tanulnunk. Arról fogok beszélni önöknek, nektek, hogy egyrészt ez a koronavírus járvány nem volt váratlan most nem egészségügyi szempontból, másrészt nagyon jól kiemeltétek az elején, hogy tanulni kell az ilyen helyzetekből, és a technológiát használjuk saját magunk fejlesztésére, de az előadásból remélem kiderül az is, hogy itt nem csak arról van szó, hogy egy új helyzetből tanulunk, hanem arról, hogy az egész világ amúgy arra felé mutat, amiket most megtanulunk. Igazából ez a koronavírus járvány ilyen értelemben gyakorlatilag egy új világnak a főpróbája volt. Ha megnézzük csak egy kicsit elmerülve a múltban, én a jövőkutatást, jövőkutatót szeretem, de még jobban szeretem a trendkutatót. Igazából a jövőkutatás különféle forgatókönyveket vázol föl, és azt mondja, hogy ezek közül ez a valószínű, ez a kevésbé valószínű. Amikor azért trendeket elemzek, és az elmúlt 20 évben a digitális kultúrában ezt tettem, és egész jól működtek, olyankor azt látjuk, hogy igenis látható előre, ha jól megértjük a jelennek a fontos változását a múltra alapozva, hogy mi lesz a következő 5-10 évben, és igazából erre van szükség. Erről azt látjuk, hogy ugye, ha ma a következő szlájdon vizualizálom is, de azt látjuk, hogy az emberiség a globalizáció és az okos viselkedés felé halad különféle okok miatt. Ez amúgy is megvolt a múltban is, régen sok külön világ volt, igazából az asztékok és az inkák és az európaiak nem tudtak egymástól, ezért tudták Pizarroik megtenni, amit megtettek, de az utóbbi 100 évben drasztikusan megnőtt az életszínvonalunk és az igényeink is. Ez az IDDQD modell, ez egy ilyen kis belső poénként tettem ki, szerintem a hallgatók közül nagyon-nagyon sokan tudják, hogy mi az az IDDQD, ugye a Doom-nak a cheat kódja, örök élet, ingyen lőszer. Igazából arra utaltam, hogy az emberek mohók, jó értelemben mohók, mindig többet akarunk hosszan, egészségesen, boldogan, gazdagon élni. A digitális kultúrával az elmúlt 10 évben olyan képességekre tettünk szert, amik eddig elképzelhetetlenek voltak, de mindig vágytunk rájuk. Mindig akartunk a világ összes nyelvén tudni, mindig mindent akartunk tudni, akartunk beszélgetni emberekkel, akik távol vannak tőlünk, azt akartuk, hogy helyettünk dolgozzanak mások, és ezt végül is elértük. Hívhatjuk ezt okostelefonnak, automatikus fordítónak, útvonaltervezőnek, vagy robotoknak. Régen úgy gondoltuk, hogy ez csak néhány kiváltságosnak lesz meg, most pedig mindenkinek a kezébe adtuk ezt a technológiát. Egyébként ez egy csodálatos dolog. Egy középkori vagy korábbi ember szemében, sőt egy újkorinak a szemében is igazából ma már minden átlag ember egy ilyen ősvarázslónak tűnhet, olyan képességei vannak. Ez az ábra, amit most kivetítettem, nem kell elmerülni a részleteiben, hanem az összképre kell figyelni. Elsőre talán nehezen értelmezhető, de igazából nem az. A vízszintes tengelyen látjuk azt, hogy ez egy főre jutó éves bevétel hogyan változott. Nyilván ez a generált számok, hiszen az 1800-as éveket és a 2012-es éveket hasonlítjuk össze. A függőleges tengelyen pedig az emberek átlag életkorát láthatjuk. Azért demonstratív ez az ábra, mert könnyedén egymás fölé lehetett helyezni a két ábrát. A kis karikák az adott országnak a lakosságszámát jelentik, és nyilvánvalóan innentől kezdve azt láthatjuk, hogy az 1800-as években volt egy bizonyos mennyiségű ember, egy bizonyos átlag jövedelemmel, és röpke 200 évvel később, ami borzasztó rövid egy biológiai evolúció során, mi ezt ugye technológiai evolúcióval értük el, kulturális sokkok segítségével megváltoztattuk a gondolkodásunkat, és azt a sikert értük el, hogy gyakorlatilag fölé lehetett helyezni, ma már a legrövidebben élő ember is hosszabban él, mint régebb a leghosszabban élő ember. Hirtelen elmozdultunk a vízszintes tengelyen, tehát nagyon-nagyon gazdagok lettünk. Az 1880-as évektől kezdve a világgazdaság 250-szeresére nőtt, és azt látjuk, hogy a lélekszám is megnőtt. Mindig arra vágytunk, hogy elérjünk a bőség földjére, mindig azt szerettük volna, hogy hosszan éljünk gazdagon, ahogy említettem is, és ezt elértük. Ez két dolog hozta nekünk, és hosszú ideig nem volt ebben változás. Az 1500-as évek Itáliájában élő ember és az 1800-as évek Itáliájában élő ember, hiába, hogy közte volt jó néhány kulturális dolog, körülbelül ugyanúgy 1500 dollárnyi összeget termelt, nem volt jövőképe olyan értelemben, hogy például nem forgatott vissza a gazdaságába úgy, hogy tudta, hogy bővülés lesz, ezért nem használtak hitelt, hanem azt mondta, hogy a profitot felélem, élek, és különféle kulturális mintázatok szerint meg. Miért érdekes ez? Azért,
Mert az infokommunikációs eszközökkel azt értük el, hogy teljesen, hogy válaszolnunk kellett erre a kihívásra. Megérkezett a bőség földjére adott mennyiségű ember, és hirtelen ugrásszerűen megnőtt a számunk. Ugyanez a sok ember ezt az életszínvonalat akarja tartani. Ebből az egyszerű ábrából nagyon-nagyon sok minden következik, például az is, hogy miért várható az, hogy néhány évente újabb járványok fognak minket meglátogatni, egyszerűen azért, mert egy zárt rendszerben növekvő számú egyed mindenféle fertőzés könnyen meg tud osztani egymással. Másrészt az is következik, hogy ezeket az infokommunikációs technológiákat fogjuk használni arra, hogy ezt az életszínvonalat, amit elértünk, fenntartsuk magunknak. Sokan úgy érzik, hogy ez a jövőkutatás egy ilyen kiszámíthatatlan dolog, hogy az emberek itt tippelgetnek, aztán majd 3 év múlva letagadják. Annó, amikor elkezdtünk ezzel dolgozni, azt kérték tőlünk a nemzetközi UNESCO, hogy mondjuk meg, hogy 5-10-15 év múlva milyen lesz a világ. Egy ideig örültünk, hogy 5 évig senki nem fog minket számon kérni, de az az igazság, hogy már 20 éve csináljuk, és eddig működött. Javarészt azért, mert hogy jól látszik jó néhány trend és modell az emberek világában. Erre csak egy példát hozok, ezt az ábrán látható 6 hullámot. Ezek a Kondratyev hullámok, amik gazdaságtörténeti elmélet, ami azt mondja, hogy körülbelül 40-50 évente ciklikusan változik az emberi gazdaság felével, és lecsökken, és egyre magasabb szinten tér vissza. Ennek az elméletnek az igazáról lehetne vitatkozni, és vitatkozik is a szakma, de nem ez a lényeg benne, hanem annak a logikának a megértése, hogy alapvetően az emberiséget technológiai evolúciót él át. Az pedig az, és ha megnézzük ezt az ábrát, látjuk, hogy minden időszaknak volt egy hajtóereje, egy adott technológia, az első hullámban a gőzgép, a később a vasút, a cél, stb., és volt egy elsődleges alkalmazási terület, például az elsőnél a textilipar, energia, stb. Itt sorra haladt az emberiség arra, hogy egyre hosszabban, mobilabban, korszerűbb épületekben éljen. Itt láthatják önök a táblázatot, úgyhogy nem fogom felolvasni. Viszont a 6. hullám, amiben vagyunk, azért érdekes, mert tudatosulnia kell bennünk annak, hogy a digitális kommunikációs technológiák már az előző hullám olyan értelemben, hogy az emberek ezt használják, hogy mindenki olyan technológiát használ, amivel korlátlan erőforráshoz próbál hozzáférni, ez már adott. A személyi számítógépek, mobiltelefonok adott. Tovább kell ezen lépnünk, és most már az együttműködő rendszerekről van szó, most már az intelligens erőforrás hatékony technológiákról van szó, arról van szó, hogy a humán szféra, vagyis az emberek, a természet, tehát például az ökokatasztrófa elkerülése és technológia segítségével ezt oldjuk meg. Ugyanazt az életszínvonalat akarjuk fenntartani úgy, hogy ne adjunk le, ne veszítsünk el embereket. Ez egy nagyon-nagyon nehéz feladat, és ebben egészen biztosan, hogy azok az intelligens szolgáltatások fognak segíteni, amiket kifejlesztettünk az elmúlt években. Ha megnézzük a koronavírus járványt, és most félreértés ne essék, én is borzasztóan aggódtam a szeretteimért, aggódva figyeltem a halálozási számokat, most technológiai evolúció értelemben kicsit idegen nézve, azért egy nagyon-nagyon különleges járvány volt, és hihetetlen sikere az emberiségnek, olyan értelemben, hogy eddig már volt körülbelül 300 járvány az emberiség történetében, nagyobb, és volt közülük néhány olyan, ami szinte teljesen kiirtotta az adott terület lakosságát. Kétszer is hajszálon múlott, hogy Európát nem ürítette ki teljesen egy-egy járvány, a lakosság fele oda veszett. Az, hogy végül is sikerült úgymond megmaradni ennek a népességnek, és nem máshonnan mások költöztek be, ez igazából egy kis fordulópont volt, nem sokon múlott. Most ez a járvány, amikor megjelent, volt néhány evidencia. Egyrészt láthattuk azt, hogy a digitális kultúra nagyon megterheli az embereket, hiszen nagyon megfokozta a pánikot, láttuk, hogy közeledik felénk, láttuk a híradásukat mindenünnen, és ez nagyon sok mentális problémát okozott, és most is okoz az embereknek. De láttuk azt is, hogy volt néhány alapvetés a fejlett országokban, kifejezetten nem az egész világra vonatkozik ez, de az egyik az, hogy az emberi élet értékes. Evidens volt, meg kell mentenünk minél több ember. Tudom, hogy ez most ilyen közhelyszerűnek tűnik, de ez az elmúlt sok tízezer évben nem volt ennyire evidens, és most sem evidens minden országban. Van, ahol azt mondják, hogy hát van még pontosan 6000 betegségünk, ez egy új, szurkolok nektek, aki marad, marad. Ez a fejlett országban nem így volt, hanem azt mondtuk, hogy vigyázunk egymásra. A másik az, hogy együttműködünk egymással. Soha nem volt még olyan járvány az emberiség történetében, ahol az lett volna, hogy hiába egy karanténba vonulunk, nem maradtunk egyedül.
tudtunk dolgozni, tudtunk tanulni, tudtuk tartani a kapcsolatot, láttuk a világot, tudtunk szórakozni. Ez nem volt. Ezt kifejlesztettük az elmúlt 20 évben a technológiát, és most működött. A digitális transformáció hatalmas mozgásteret adott, illetve azt is tapasztaltuk, hogy az alapvető rendszerek működnek. Ez hatalmas siker. Viszont azt látnunk kell, hogy alapvetően a világ e felé haladt amúgy is. Pont az előbbi hullámokkal és trendekkel, és csak nem akarok túl hosszan beszélni, ezt lehet bizonyítani. Ha megnézzük, azok a technológiák, amiket ma használtunk, ezek mind adottak. Volt nekünk eddig is csomó oktatási szoftverünk, néhány oktató használta is, de alapvetően senki. Az e-learningtől 15 éve folynak a szakirodalmi viták, miért sikeres, mikor nem. MOC-tól kezdve a különféle blended learning megoldásokig minden szerepelt, de igazából nem terjedt el. A távmunka pont Magyarországon elég alacsony mértékű, volt máshol kicsit magasabb, de az a szintje, aminek kellett volna, vagy lehetne, nem terjedt el. Most a koronavírusról beszélünk, de megnézzük az elmúlt két év fő topikjait, az egyik ugye az ökokatasztrófa volt. Igazából, ha mi hittünk volna az ökokatasztrófa képviselőinek, akkor pontosan olyan életmódra kellett volna átváltanunk, mint amit a koronavírus járvány alatt éltünk. Maszkokkal védeni magunkat egymástól, olyan értelemben, hogy lehet, hogy a légszennyezettség miatt, vagy a hőmérséklet miatt, kevesebb autóforgalom, több bicikli, több távmunka, több távoktatás. De ezt nem csináltuk igazából, csendes mosolyan meghallgattuk ezeket a dolgokat, néhány jelképes műveletet, kulacs használatot és néhány látványos dolgot kiviteleztünk, de abban a pillanatban, hogy megjelent az életveszély, abban a pillanatban mindenki meglépte, és kiderült, hogy meg lehet lépni. Ezzel nem azt mondom, hogy holnaptól így éljünk tovább, csak azt mondom, hogy nagyon-nagyon sok ember kipróbálta és látta, és kiderült, hogy ez működik, ha okosan csináljuk. Azért ne felejtsük el, hogy amit most Magyarországon átéltünk, az nem távoktatás volt, hanem távolléti oktatás. Nagyon sok türelem volt egymás felé abban, hogy hát a tanár most így oldja meg, hát a diák most így oldja meg. Ráadásul egy ideális távoktatásban azért nem az a cél, hogy a szülők másodtanárként vagy elsődleges tanárként felügyeljenek és oktassanak. Ugyanígy a távmunkában is azt látjuk, hogy nagyon sok cégnél ott, ahol a folyamatok rendben voltak, tiszták voltak, hogy ki után ki jön, mit csinál, ott a távmunka is működött. Ott, ahol viszont nem voltak rendben a folyamatok, ott a digitális transformáció sem segített. Erről is évek óta beszélünk, de amikor egy éles teszt elkezdődött, akkor kiderült, hogy ez mekkora probléma. Ezért ez a koronavírus járvány, ha megnézzük, most múlt héten fejeztünk be egy reprezentatív hazai felmérést, csak egy érdekes adatát hoznám ide, azoknak, akik nem használtak eddig ilyen eszközöket, 65%-a azt mondta, hogy nem is volt olyan bonyolult használni, mint gondoltak. Nagyon sok emberben kognitív gátak voltak, ezt nem használom, nem kell, majd lesz máshogy. Kiderült, hogy de, mi is tudjuk használni. Most nagyon sok türelem volt a rendszerben, hiszen az IT-cégek is nagyon sok biztonsági dolgot megengedtek maguknak, hogy jó, csak ezt a helyzetet éljük túl, majd megoldjuk rendesen. De most volt egy olyan lehetőségünk, ami még soha, hogy egyszerre a magyar lakosság túlnyomó része elkezdte kiterjedten használni a technológiákat. Céges szempontból, oktatási szempontból és egyéni életkarrier szempontjából mindenkinek végig kell gondolni azt, hogy mi volt az, ami működött. Mi az, amit ebből hasznosítani tud, mert alapvetően, amit most megtanulunk, az lesz a versenyelője a következő években. Három területet emelek ki, és utána szívesen várom a kérdéseket. Az egyik ugye az e-health területe, ami egészen biztos robbanásszerűen fejlődni fog a következő években, hiszen látható, hogy az emberiségnek szüksége van egy ilyen digitális immunitásra, egy digitális segítőre, járványok lesznek, más formájúak vagy hasonlóak, mindegyik lesz, és azokra valamilyen reakció kell. Nem lehet olyan robusztus egészségügyet fenntartani, ami a mindig a legnagyobb veszélyhelyzetbe reagál, mert az ugye az is tönkre vágja a gazdaságot. Viszont, hogyha van nekem egy csomó robotorvosom, van nekem egy csomó automatizált szoftverem, vannak olyan helyeim, ahol például a tesztelés, a kezelés robot segítőkkel, vagy bármi segítővel működik, akkor ezeket akkor aktivizálom, amikor szükség van rá. Az, hogy a környezetet megóvjuk, az, hogy az időseknek az életminőségét fenntartsuk, az, hogy egyre inkább összeolvadunk a számítógéppel, ezek mind-mind-mind nagyon erős fejlesztési területei az e-health-nek a következőben, ez piaci lehetőség is, illetve nekünk embereknek kell megtanulni azt, hogy az öngondoskodás területén mit tudunk majd használni. Mert azért az is látszott, hogyha a digitális transformációt akkor tudjuk jól használni, hogyha mi magunk megtanulunk élni vele. Ez mindenkinek az egyéni döntése, hogy milyen mértékben, de érdemes megismerni és tesztelni a technológiákat.
Nem kell mindent használni, de borzasztóan kiszélesedett az eszköztár. Mindenkinek meg kell tanulnia azt, hogy ebben az eszköztárból válasszon, és utána azt viszont értékteremtő módon használja. A távoktatásnál, hogy említettem, ugye nagyon régóta jelen van a e-learning, kiváló tanulmányok, pilot projektek működtek, de az, hogy egy egész ország átálljon, sőt a félvilág átálljon, eddig nem volt. Ez egy megengedő tesztidőszak volt, ahol lehetett kísérletezni. Tehát ha most például egy fél évvel ezelőtt azt mondta volna egy tanár, hogy én átállok távoktatásra a középiskolai magyar oktatásában, akkor nyilván rengeteg támadás érte volna, de hát miért? A gyerekek amúgy itt bent vannak, ez úgyse olyan jó, mit is akart egyáltalán, és hihetetlen magas színvonalon kellett volna ahhoz művelni, hogy azt mondják, hogy ú, de ez tényleg jobb. Viszont most lehetett kísérletezni, ugyanúgy hallgatói oldalon is. A megengedő időszak azt is jelenti, hogy ugye a szülők rengeteget segítettek, végtelen terhelés alatt voltak ebben az időszakban, és a számon kérés tudjuk jól, hogy nem olyan színvonalú volt most, mint amennyire kellett volna lennie, nem azért, mert bárki szakember ne végezte volna jól a feladatát, hanem mert egyszerűen erre hosszú időt felkészülni. Csak egy példát mondok, én tavaly az egyik kurzusomat, az egyetlen egyet a 12 közül távoktatásra alakítottam át, abból is csak a blended learningre, 3 kollégával 3 hónapig dolgoztam rajta. Nyilván idén ez marha jó jött, de ez ilyen munkákat igényel, és ez az egyetemi oktatásban még könnyebb. Az viszont, hogy a távoktatás az nem csak annyit jelent, hogy digitális eszközökön való oktatás, keresztül való oktatás, hanem egy másfajta gondolkodás, ezzel nagyon-nagyon sok. Ilyet, Magyarországon hihetetlen sok jó kezdeményezés, jó pilot projekt és sikeres megoldás volt az elmúlt hónapokban. Tényleg órákig lehetne sorolni őket. Ugyanúgy igaz ez a távmunkára is. Magyar munkaerőpiac és a magyar gazdaság elég rosszul reagált a koronavírus árás járvány megjelenésére, és ez az egész világon így volt, és nem is kell ragozni. Most azoknál a cégeknél, ahol a távmunka viszont reális opció volt, nyilván pillanatról egyik pillanatra másikra megpróbáltak átállni. Van, ahol ez nagyon könnyen ment, mert egy olyan iparágban dolgoznak, vagy olyan az attitűd, van, ahol nem megy könnyen, vagy nem ment könnyen. Amit láttunk a céges felmérésekből, ugye folyamatosan monitorozzuk a gazdasági teljesítményeket, a cégeken belül is, a szervezetfejlesztés interjúkkal is, így tovább. Ezt az előbb már említett tanulságot tudom kiemelni, hogy ahol megvoltak a hatékony munkafolyamatok és a tiszta szerepkörök, ott át lehet állni távmunkára. Ezt mindig mondtuk, nagyon sokat beszélnek a cégek digitális transformációról, nagyon sokszor úgy érzik, hogy ez megáll az eszközkészlet biztosításában, vagy megáll a munkavállalók kontrolljában. De nem igaz. Az, hogy most átáll-e a világ távmunkára, nyilván nem. A koronavírus járvány, ez egy nagyon-nagyon rossz dolog, és egyáltalán nincs még vége, de társadalmi és ilyen trendszinten, amikről eddig beszéltünk, ez egy nagyon apró pofon. Az emberiség mindig a pofonokból tanul, de ez még nem akkora pofon, hogy ettől megváltozunk. Ebből tanulni tudunk. Ha gyökeresen megváltozna az életünk, akkor az nem tanulás, hanem egy kikényszerített viselkedés. De az viszont látszik, hogy most mindenki el fogja dönteni, hogy az analóg, vagy az eddigi megoldások tetszettek neki, vagy valamiféle digitális megoldás, vagy egy hibrid, ami általában ezt szokott lenni a válasz, hogy igen, valamiféle hibrid, de ne felejtsük el, hogy az nagyon jó, tényleg nagyon jó, mert mindkét rendszer előnyeit összesíti, viszont nem olcsó, sőt, az a legdrágább. Köszönöm szépen a figyelmet! Árpád, itt vagy még a vonalban? Tudunk kérdezni tőled a prezentációval kapcsolatban? Természetesen örömmel állok rendelkezésetekre. Na, szuper. Egyrészt nagyon szépen köszönjük a prezentációt, tök jó volt, nagyon izgalmas és érdekes dolgokat mondtál el. Egy dolog megütötte a fülemet, azt mondtad a végén, hogy most a kérdés az, hogy átáll-e a világ távmunkára, és hát nyilván nem tetted hozzá. Most ez azt jelenti, hogy ez a pofon nem volt elég nagy, jól értettem, amit kapott a világ, mert ugyan talán ingerli a vállalatokat arra, hogy lépjenek előre, de nem annyira, mint amennyire talán lehetne. Tehát, hogy egy kicsit azok az innovatív megoldások, amikkel előre lehetne lépni, azok még mindig a fiókban maradnak, mert hogy túl kockázatos, túl drága, nem kényszerülünk rá teljes egészében, hogy meglépjük őket. Nagyon jó a kérdés. Nyilván főleg olyan, tehát vannak iparágak, ahol nem lehetséges a távmunka, egyszerűen azért, mert mondjuk a szolgáltatás szféra, vagy mondjuk a mezőgazdaság. A szolgáltatás szférának hihetetlen nagy termelőértéke van, a mezőgazdaság, ugye ott nagyon megváltoztak a dolgok, egyre kevesebb ember termel, egyre több embernek. Azok a cégek, ahol viszont a távmunka, például a termelés elsődleges területe, nyilván nekik már rég át kellett volna állni, egyszerűen azért,
Mert a távmunka nem csak abban segít, hogy hatékonyabb vagyok, és a jövőben is stratégiákat működtetem, hanem abban is, hogy hatékonyabban, gyorsabban, áttekinthetőbben tudok működni. Van nagyon sok probléma a távmunkával, például a munkaerő megtartás, például a közösségépítés terén, de minél összetettebb digitális rendszerekkel dolgozunk, ez azért annál könnyebb. A távmunkára való átállásnál, és ez most már ilyen gazdaságfilozófiai probléma, amit majd meg kell oldani, két tényező van. Egyrészt a mesterséges intelligencia és az automatizáció elterjedése, ami minél inkább távmunkába tolom át a munkaerőmet, annál könnyebben lecserélhető lesz algoritmusokra. A másik, hogy a világban egyre élesebben szétválik a, mondjuk úgy, hogy a közvetlenül megtermelt érték, amit tudok mérni egy termék és egy szolgáltatás, és a virtuális pénz, mondjuk a tőzsde, vagy azok a javak, amik a virtuális térben jönnek létre, és igazából a második példánytól ingyenesek, legyen ez egy szoftver vagy egy varázskard, de hogy azért mennyit kérhetek, ugye a felhasználók döntik el. De a koronavírus járvány rádöbbentette azért a világot arra, hogy hamarosan rendeznünk kell az érték, a gazdasági érték és a pénz viszonyát, ezért az ilyen nagyon tömeges távmunkára való átállás, az okozhatja eznek a piacnak az összeomlását is. Ez nagyon izgalmas aspektus, amiről most beszéltél, és szerintem, hogyha a kerekasztal beszélgetésben visszatérünk erre, akkor tudunk még diskurálni róla. Valószínűleg a többi vendégnek is lesz majd egy-két szava hozzá, vagy kérdése hozzá. Most köszönjük szépen az előadást még egyszer. Köszönöm, hogy itt lehettem.